Nem ég a villany. Most, most a jó! Vérrel írjuk fel! 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 Most nincs hangom, de a Gabi jobban csinálja, esküszöm. Majd erről lesz szó. Mikrofon lesz? Tényleg. Jó. Hát nem csúszik le. Faszom. Nem a faszom csúszik le, hanem ez a szar. Elhazudják még. Na jó, abba hagytam. Jó. Kösz. Még kurva. Megmásítani? Így van, jó, így van. Okay. Szavaztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Alapjában véve nem terveztük, hogy lesz friss. Igen. Ezen a héten. Ellenben, amikor megláttuk azt, hogy mi Bidenezünk, hát én majdnem magam mellé fostam a széken, bazd meg. Tehát, hogy... Bidenes kifakadás. Kifakadás, igen. Én megkérdeztem, hogy mikor volt ilyen. Kifakadást kerestem, de csak megemlítettük, hogy volt elnök, új elnöke van Amerikának. Hát ha ez kifakadás volt, akkor az volt. Nem tudom, nem szeretnénk igazából több politikai célzatú, meg jellegű megjegyzést tenni itt a fülelőbe se. Nem, tehát... Nem, erről szól ez. Egyrészt én személy szerint gyűlölöm a politikát. Úgy, ahogy van, teljesen mindegy, hogy jobbal, szélső, közép, teljesen úgy utálom, mint a szart, mert szerintem teljesen mindegy, ki van a hatalmon, tehát mindenki egy kicsit romlásba viszi ezt az egészet, úgyhogy ez most teljesen mindegy. Mindenki más úton. Igen, igen, tehát erről van szó. Kurva mindegy. Másrészt meg ugye annyit én hozzáfűztem, hogy Amerikának megjött az esze, és hogy ettől nem lettünk egyébként Trump ellenesek. Meg bidenisták se, meg bidenisták se. Egész egyszerűen arról van. Igen, egész egyszerűen arról van szó, hogyha mondjuk anyám vezette volna 4 évig Amerikát, akkor szerintem már előrébb járnának, mint így Trump után. De ettől még nem vagyok Trump ellenes, csak a Trumpnak magának a személyisége az, mint egy 3 éves gyerek, szerintem. De ez tök privát vélemény, és politika mentes. A Biden meg 72 éves, és Sunny is. Érted, most csemerből vederbe vágod. Igen. Tudod, mi a durva? Hogy pont néztem valamikor valamit a tévébe, és mutatták az Obamát. Uh-huh. És az mennyire egy halál az a jó arcember volt? És még mindig politikai hovatartozástól függetlenül maga az ember mennyire jó fej és halállaza volt. Uh-huh. Elment bazd meg sorozatokba beugróst játszani, meg igen. Ilyenek. Tehát, hogy tudom, hogy Trump is szerepelt a Reszkesetek Betörők 2-be, de ezt engedjük el. Na mindegy, szóval... Meg a Boratban, a Trump Hotelbe száll meg a Borat. Na hát, igen. Ha jól emlékszem. Igen, 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 igen. Tehát szeretnénk ezt leszögezni, hogy a fülelő az politika mentes volt, van és lesz. Igen, igen. Nagyjából ennyi. És hogy ne csak ennyi legyen a friss, akkor már előszedtünk egy csomó mást is. Igen, igen, igen. Például, nem haragszol, elkezdem a lényegi részét. Ne, nyugodtan. Egyesekben szomorúságot vált ki, bennem inkább örömöt, majd kifejtem mindjárt, hogy miért. Hogy Peter Tegren és Till Lindemann útjai elválnak, ezért Lindemann egyedül fogja tovább vinni a Lindemann zenekart. Hát egy most... Bocsánat, mondjad, egy matematik mondjad. Után egyébként a Tegren helyébe én is elgondolkodtam igen, volna. Igen, igen, de egyébként én azért örülök ennek, mert kurvára remélem, hogy ez azt jelenti, hogy végre a Tegren a Hypocrisy-re fog koncentrálni, és lerak végre egy olyan hipólemezt, ami méltó lesz a Final Chapterhez, meg a Self-titlethez. Én erre vágyom. Tehát, Péter, hogyha ezt hallod és tudsz magyarul, majd svéd feliratot alá basszuk valahogy, hogy kérj meg valakit, hogy fordítsa le neked. Léci, Hippo, Kriszi. Jó? Köszi. Plusz egy. És igazából ez a téma, ez így nagyjából szerintem. Ez itt ennyi. Túl is ragasztuk. Ez itt ennyi. Az amerikai Ticketmaster cég, vagy mi igen, ez? Igen, a vezető, hát az. Igen. Az jegyterjesztő úri. Na, köszönöm szépen. Azzal állt elő, azzal a teóriával, hogy legközelebb majd, hogyha visszatérnek a koncertek, akkor úgy lehetne megtartani ezeket a koncerteket, hogy 24/72 óránál nem régebbi negatív teszttel, és vagy oltási bizonyítvánnyal lehetne bemenni a koncertekre,
És hogy így sokkal könnyebb lenne az, hogy betartsák a koncerteken a maszkviselést és a távolságtartást? Nem, feltétlenül értettem arra egy rendszert akarnak kifejleszteni, ami segíti a koncert szervezőket és a koncerthelyszínek üzemeltetőit, igen, hogy betartassák ezeket a szabályokat, de ez nem az volt. Ja, ez a smart event rendszer. Bocsánat, kicsit kevertem, igen. De ez majd lesz, mint a kutyáknál, az a oltási könyvet kell megadni. Vinni. Féregtelenítés, bolhátlanítás, oltás, mit tudom én. A csip az azért nem mondom, mert az nem vicc, tehát az hamarosan úgyis bejön, kurva anyjukat, na mindegy. Na. De ne, én ezt nem feltétlenül értem, hogy most tényleg az lesz majd, hogy a jegyüzérek és jegyhamisítók mellett már lesznek majd oltáshamisítók is. Egyébként tehát, tényleg, és simán, hogy... Hamis oltás, habis jegy mellé, figyelj, kettő az egybe csomag, menü. Deluxe edition. De tényleg, tehát ez, hogy veszel egyet az AC/DC-re, meg a Metallica-ra, akkor adok 20% kedvezményt is. Nem az érettséget fogják keresni az ecseri piacon, hanem oltási, oltási könyvet, basszony. De ez hihetetlen számomra. Tehát nem. És nagyon jól mondtad egyébként itt, mielőtt elkezdtük a felvételt, 3 méterről, hogy az anyámba pogózol? Tehát, hogy nem lehet 3 méterről pogózni. Na. De mondjuk legalább senki nem lőtt rá a sörét nagy valószínűséggel, tehát öröm az ürömben, tehát ez a 10%-i pozitívum. Nagyon jó király, tényleg, csak tényleg ezeknek a rendezvényeknek az a lényege, hogy egymás izzadságában tocsokba pankrációzzunk a mospit közepén, tehát onnantól, hogy ez elveszi, tehát mondjuk egy architektet próbálj már meg úgy végighallgatni, hogy így állsz mindenkitől 3 méterre, és yeah, nagyon jó. Nyomjad, Carter, ez az. Tehát, hogy ez nem egy metalcore koncert, gyerekek, tehát nem. Mondd, hogy ble! Igen, tényleg, mennyi szar lenne? Igen, jó, tehát ez egy, mindegy. Mondjuk én igazából, nekem ez nem osztana, nem szorozna, tehát ez a távolságtartás része, mert én az elmúlt 10 évben egy kezemben meg tudom számolni, hány olyan koncert volt, amit nem a keverőpult mellő néztem végig, mert ugye ott a legjobb a hangzás nyilvánvalóan. Én meg már vagyok annyira mizantróp geci, hogy ne akarjak más izzadságába tocsogni, ahogy oly velősen mondtad. Volt olyan idő, amikor élvezetet találtam ebben, most már annyira nem, úgyhogy én a keverőpult mellett szépen így megülök, vagy megállok magamba szépen, aztán élvezem a koncert látvány és hangi világát. Igen, de most nem feltétlenül rólunk szól ez, akik ugye úgy megyünk oda, hogy szakmai szemmel is próbáljuk nézni az egészet, hanem tényleg azokról, akik a gőztengernék ki. Szórakozni mennek, igen. A karatésokra, meg az aerobikosokra. Igen. Tehát, hogy igen. Akik ott tényleg ott szélmalomoznak, meg megy a mosmadár, meg nem tudom. Tehát én ezeket nagyon-nagyon hiányolnám. Mondjuk valószínűleg senkit nem fognak így átrúgni üvegajtókon, mint ahogy történt nálunk. Igen. Közelmúltban, ugye bár. Igen. Mindegy, nyilván ez inkább rossz, mint jó. Meg lehet találni benne a jót, csak aki azért megy tényleg, ahogy mondhatja, hogy ősz kiengedje, az szopik mind a torkos borz lényegében. De találó. Igen, és egyébként, ha már még egy kicsit covidozzunk, megszólalt mindannyiunk, legalábbis az én kedvenc megmondó emberem, nem a Rob Flynn, majd róla még lesz szó, hanem az Ulrichson, Lars Ulrichson. Igen. Lance Henriksen után szabadon Lars Ulrichson. De szép, gyönyörű. Hogy ő azt mondja, hogy legkor, hát ő kevésbé borulátó, mint Flynn bátyó, ő azt mondja, hogy valószínűsíti, hogy jövő év harmadik negyedében, tehát ősszel már visszatérhetnek az olyan mamut zenekarok is a koncert helyszínek közé, illetve a koncert helyszínekre, mint ők, mint a Metallica. Hát nem volna baj. Abszolút nem volna baj. Adnám. Főleg, hogy már nyára is le van kötve hány buli a Grupamába, meg a Paplaciba, tehát igen, hogy így nem volna baj, ha már kicsit előbb is visszatérhetnének. De hát remélem azért ezt az időt kihasználják jól, és egy új lemezt, ha már. Bár, hogyha nem tudja überelni a Hardware-t, akkor inkább ne, akkor adjátok a gecibe. Tehát az, én föntartom azt, hogy a Hardware ez egy olyan lemez, amit akár utolsó Metallica lemezként is elfogadnék. Mm. Na most, hogyha ezt tarkon basszák valami összecsapott fossal, tudjuk, hogy a Metallica-nak mennyi idő, amíg összeraknak egy lemez, nem tudom, hogy nekik nem hiszem, hogy megy azt, hogy akkor most gyorsan írunk egyet a karanténba. Tehát nekik ez sose ment. Nekik csak az 4 hónapig a motyót összerakják a stúdióba, basszák. Hát,
Komolyan igen. mondom. Hiába van a Körtnek 805 lett az iPodján, úgyis ellopják tőle. Igen. Vagy ráveszi a házi pornót, nem tudom. De... Hát az... tudom, hogy valami horror filmet, mert nagy horror felett idős. Főveszi a Netflixről, rávettem a új Walking Dead évadot, most elvesztettem a rüfjeimet, ne haragudjatok. Tehát, na, szóval a lényeg az, hogy reméljük, hogy Larsnak lesz igaza, és nem húzódik ez azért az életünk végéig ez a történet, meg még hosszú éveken át. Hát figyelj, úgy legyen. A gazda azt mondta, hogy áprilisra itt a felüdülés, úgyhogy... Felüdülés. Akkor lehet mondani, hogy a felmentés. Felmentő sereg. A felmentő vakcina sereg. Most az mindegy, hogy érted, hogy Izraelből, Indiából, Japánból, Kínából, nem tudom honnan hozzuk a vakcina, Oroszországból, nekem... Nyugat-Európából, mixelünk, teljesen mindegy, legyen vakcina, ennyit. Én majd a botswanai eresztésből kérek, és süket cinát, ha kérhetem, jó? Ja, Istenem. Ez már nem lehet lejjebb. Nem. Most én de lehet. De lehet. És az előzőnél azt hittük, hogy nem lehet lejjebb. És de! De lehet. Megmondta a Carpenter István. Hogy a föld lapos. Meg hogy nincs vakcina, minden oltás, minden vírus, egy fasság. Azóta elnézést kért, hogy ő nem akart senkit megbántani, csak szerette volna a véleményét, meg hogy megismertetni az emberekkel, meg hogy ne csak a mainstream dolgokat tudják az emberek, hanem ezeket is. Na most... Én tudod, mit nem értek? Én egy dolgot kérdeznék meg bármelyik laposföld hívőtől. Miért nem találtuk még meg soha a szélét? Igen, miért nem folyt meg le a világ szélén az ilyen ember, bazdmeg? De miért nem? Miért nem? Nyuszika megy a világ végén és leesik. Tehát nem volt még ilyen. Miért nem volt még ilyen? De erre a nyuszikás viccre egy komplett tudományos konteót húztak föl. Hát ez okos a durva. Tóbiások. Ez a durva, bazdmeg. És akkor most válasz, hogy nyuszika megy az erdőbe és fotel. Tehát, igen. Hogy ha ebből is lesz valami világméretű összeesküvés, és konkrétan szektát vagy vallást húznak föl rá, akkor komolyan mondom. Fedezik a fotelfát, bazdmeg. Hát. Most én nem értem. Carpenternek vagy sok volt a fű, vagy túl kevés, tehát én ezt tudom elképzelni, a kettő közül valamelyik. Hogy igen, vagy bezárták a dillert. De nem hiszem vagy, el. Vagy pedig valami nagyon ütős cuccal ütötte föl, vagy bekente sebbenzinnel, vagy nitrohigítóval a gumókat, de ez valami nagyon durva szusz lehetett, amit a Carpenter tolt be, ez meg. Pont, de ez fűtől önmagában ilyen hülyeséget nem talál ki valaki, szerintem. És most nem akarunk senkinek belemászni a véleményes fájába, tehát hogyha valaki szerint lapos a föld, lelke rajta, bocsánat, csak hogy... Na. Csak hogy nem. Csak hogy nem. Tehát, hogy... Ez ennyi. Csak nem. Mert nem lesz még egyszer az, mint a Galileónál, hogy ő azt mondta, hogy hogy gömbölyű a föld, és akkor azt mondták, hogy nem, de. És akkor bebizonyították, hogy de az, hogy a föld lapos, azt már nem fogják visszabizonyítani, hogy de mégis lapos, mert mitől bizonyítanák vissza, érted? Tehát, hogy ez nem értem, hogy mire megy. Értem, hogy a holdra szállás, meg mindent fasságnak tartanak, meg megrendezetnek, meg stb. De hogy én ezt nem értem. Komolyan, én ezt nem tudom felfogni agyilag, hogy ezt hogy. Én nem is akarom. Na, az meg a másik. Az meg a másik. Lehet, hogy most megint elvesztünk egy nézőt, de bocsánat. Lehet, lehet, hogy megint megkapjuk majd, hogy a bidenezés után, hogy pedig hát mi az, hogy a föld gömbölyű, meg mi az, most hogy... Meg... Én már ott kiábrándultam belőle, már ott csalódtam belőletek, amikor azt mondtátok, hogy a föld gömbölyű, leiratkoztam. Igen, és leestem. Tedd meg, tedd meg. Én kérlek, hogy tedd meg, ha ezután ezek alapján leiratkoztam. És akkor a végére a plusz-minuszra. Igen, ma tényleg csak ilyen rövidek vagyunk. Szerintem a top kommenten azon túl vagyunk, tehát arra az elején reagáltunk. Igen, most komment nem lesz. A plusz-minusz rovatban a pluszt... Hát az teljesen egyértelmű, hogy az új Nova. Tehát, hogy amit a Gabiék megint csináltak, az gyerekek egy... Igen. 10 skálán 12 pont nálam. Tehát igen. Vérrel írjunk egy nagy 12-est a falra, mert ez az. És most már igazából valószínűleg soha büdös életben nem mossuk le magukról, hogy mi pénzért istenítjük a Gabiékat. Nem!
Egyébként beszartok, de nem. Igen, szimplán nagyon szeretjük a Nova Prospectet. Igen. És hogyha minden számításunk bejön, akkor ezt majd el is mélyítjük egy kicsit, de igen, ezt még igen. Itt zárójelbe. Igen, beszéltünk itt a felvételek megkezdése előtt, és azt mondtad, hogy a Nova az egyik olyan zenekar az országban, amelyek lemezről lemezre egyre jobbak és fejlődnek. Így van. Tehát szerintem a Novát én ahhoz a gyerekhez tudnám, most az anyja mindig húzza az ajtókörül, hogy milyen magasra dő, és mindig libereli igen, magát, igen, érted? Igen, igen. Mindig igen. Egyre följebb és följebb, egyre messzebb és messzebb. Jaj, de szép! Jaj, de gyönyörű! Szóval, srácok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... Nekem a refrén azóta nem megy ki a fejemből, meg az egész dal sem megy ki a fejemből azóta. Meg a klip is király hozzá, tehát tényleg nagyon kompakt minden egyben. Igen, van, minden tökéletes. Így kell egy új lemez előzetes dallal kijönni. Pont így. Kész. Igen. Gratulálunk. A negatívumban meg kettőt is hoztunk, tehát, hogy az egyik az az új Ektomorph dal. Igen, ezt valaki mondta, hogy sürgősen meg kell sasolnunk, csak az a baj, addigra én már láttam, úgyhogy nem akartuk azt csinálni, hogy eljátszom, mintha nem. Igen. Hogy azért szerintem túlhallgatták a mastert, nem? Én nem tudom, tehát figyelj, Miley Cyrus legalább bevallotta egy Metallica feldolgozás lemez készít, az otya nem, de mégis, tehát most akkor hogy van ez? Meg, igen. Ennél ordasabb Master of Puppets nyúlást, én tényleg keveset hallottam, pedig azért hallottam már ezt-azt. Igen. Nem is értem, hogy tudták ezt benyelni a napalmasok, ahol ugye az új lemez kijön, mert ugye átszerződtek az AFM-től a Napalm kiadóhoz a srácok. Én tudod, mit nem értek? Amikor utána földobja az új Nervosát, meg az új Gingert, mint ajánlott, és kiadó pajtikat, és akkor, de mi a faszomat keres ott az Ektomorph, gyerekek? Most mondok 28 jobb magyar zenekart, aki jobban megérdemelné ezt a hírnevet. Tudom, hogy jókor voltak jó helyen, meg szegény ember Szepuja, meg Soulfly-ja, meg én értem, meg Outkast. Már Metallica-ja, meg Mesihegye, mert az ének az olyan szinten ja, Robfin, hogy már tényleg. Szerintem zeneileg Metallica, énekileg Robfin. Én ezt mind megértem, de amikor kirakott az otya egy olyan képet, nem tudom, jó sok évvel ezelőtt, amikor megérkezett értük a monsteres turnébusz. Uh-huh. Basszuk már meg! Tehát, hogy nem á! De miért? Mire? Hova? Miért? Én ennyit tudnék így hozzáfűzni. Ha nagyon akarjátok, akkor megfüleljük majd a lemezt, nem prioritás számomra. Nem, én még a Fury-t is próbálom kiheverni. Ha kéritek, akkor megfüleljük, megnézzük, ráhallgatunk. Hát még az agresszort, bazd meg. Ráhallgatunk, De. Három pontot tegyünk ide, de után és de. Igen, és van most még egy mínuszunk, mert ez rendhagyó plusz-minusz romat ilyen szempontból, mert én még ide citálnám az új Machine-et. Tök boldog lennék, hogyha Rob Flynn végre elengedni ezt a BLM-es buziskodást, és inkább arra figyelne, hogy egy évkézláb dalt összehozzon. Mert igazából én úgy látom, hogy 2014 óta ez az ember az egy darab Circle of the Drain dal kivételével nem tett le semmit az asztalra. Most ugyanennek az akusztikus verziát hagyjuk a faszomba, mert hogy egy klasszikust idézzek, a macskán pont úgy csinál, amikor éhes, csak szebben. Tehát, igen, tehát, hogy az még legalább cuki is. Tehát, hogy... Igen. Engedd el a BLM-et, gyakoroljál még meg a Facebookon, meg a YouTube-on a basszusgitáros Jareddel elhaktizom a régi dalokat című történetet, és el kell engedni. Apropó, megvan a Max Cavalera? Hát hogy ne lenne meg? Vagy mire? De nem, nekem a múlt... Tegnapi próbál mutatta a gitárosunk, hogy ő neki is megvan ez a Facebookos izéje. Ja, ő is nyomja? Van otthon neki mikrofonja, és... Komolyan mondom, egy szefós kisgyerekként vigyorogva tologatja a kvinteket a régi dalaira, ami alatt megy alatta, tologatja a kvinteket, néha is szólózik valamit, de azt is így nézi saját magát, meg néha így valami összefüggéstelenül üvöltözik a mikrofonba. Ó, Istenem, az a baj, hogy nagyon jó lenne véget érni. Majd bevágom ide, hogy valahol. Tényleg véget érne ez a járvány dolog, mert hogy már kezdenek hülyék lenni az emberek. Tehát jobban, mint voltak. És ez baj, mert eddig is nagyon hülyék voltak. Tehát, hogy igen. Azért, amikor már átfordulunk lassan mínuszba, az már nagyon rossz lesz. Jó, a Max, úgy azért hoztam fel, mert ő mondjuk
aranyos, tehát cuki, tehát hogy jó, nem csinál se, igazából ugyanannyit csinál, mint koncerten, de vigyorok közben is látszik, hogy élvezi. A Flynn-nel meg annyira látszik, hogy muszájból tolja, tehát hogy... Őszintén, ha ezek is elkezdenek Fortnite-ozni, ott már baj lesz. Tehát, de amúgy ez az egyik, a másik meg az, hogy inkább a izé... Láttam magam előtt, hogy a Max Cavalier a FIFA Twitch streameket nyomasz. Brazil válogatott. Nézd meg ott a kaka! Nézd meg, vegy! Fisi színű mezbe egy kaka nevű csatár. Csönyörű. Oké. Oké. Okay. Na, na igen, tehát a másik meg az, hogy inkább jöjjön az új Killer Bee Kid lemez, mert azon legalább én egy kicsit azt gondolom, hogy az jó, igen, lesz. Igen, az jönni fog mindenképpen. Mert a Piciátó az legalább jó. Igen, és az a vicc, hogy én nagyon féltem, mikor megtudtam, hogy lesz új Killer Bee Kid, és kijöttek az első dal a Deconstruction-nel, hogy nem mondom, itt az megint, mind az egyes lemezen, itt az egyetlen értékelhető dal, a többi 10 az kuka, ugyanúgy, mint az egyes lemezen, ott is ott a Wings of Feather and Wax, a többi az leves, de kijött azóta még egy-két dal, és azok is tök jók, tehát hogy még két dal kijött, jól emlékeztem akkor, és azóta is azok is tök jók, tehát én elkezdtem várni a Killer Bee Kid lemezt. Ennyi. Még a végén év meglepetése lesz. Azt hiszem mindenképpen kiveszélik majd. Ennyi. Idén jön még, vagy jövő? Idén. Talán 20-valahányadikán. Most november? Aha, november, ja. Már megint nem alszunk, rohagyjunk, hát meg nem baj, de az a lényeg, hogy lesz. Igen. Az a lényeg, hogy lesz, az a lényeg, hogy frisselő is volt. Ja, így van, ezek voltunk mára, mondjátok-e bármi eszetekbe jut bármiről. Szerintünk most azért adtunk ilyen táptalajt, de ne legyen igazam. Igen. Aztán legközelebb megjövünk, ennyi. Írjál, iratkozzál, vérrel írt fel. Sziasztok! Csáu. Most a jó! Az igen, bazd meg! Most a jó! Meg hogy a faszba lehet új rákkoncertet nézni, bazd meg, hogy közben 3 méter, hogy pogózol 3 méterre egy másiktól? Én nem tudom. Telepatikusan, vagy hogy a faszba? Most a jó! Fucking